Minecraft. De én vagyok Superman. Célom az, hogy így jöjjön meg a sárkányt, viszont ha meghalok, a videónak vége. Mondjuk erre nem sok esélyt látok. Jaj, kicsit laggolunk is, nem már. Jó, szerintem kezdjük is ezt a... Oké, kezdjük is szerintem ezt a kihívást, mondjuk favágással, meg mondjuk állatokat, mivel kezd fogyni a kajacsíkunk. Nincs valami, amivel mondjuk gyorsabban vágom a fát? Ó, hát ez valamiért nem vág fát, de ez nagyon menő. Hogy nézzünk ki? Wow, aha, szuper gyorsak vagyunk, ez is tök hasznos. Ó, soppá, van egy hatalmas ugrásunk is, ez mindig jelen van. Úgy látszik, hogy nem csak akkor, mikor futunk, de ez valami kegyetlen. Ó, tehenek, hoppá. Nézzük, hogy szuper erőnk van-e. Hát mondjuk ez nem lepett meg. Pak, sori. Van nekem valami freeze breath képességem. Nézzük meg, hogy ez hogy működik. Ó, nincs valami nagy range neki. Szia tehén. Ó, és ez így sült húst ad. Wow, na jó, akkor ezt használni fogom. Lehet, hogy ezekre a húsokra már nem lesz szükségem, akkor inkább megölöm őt Heat Visionnal. Arra vagyok kíváncsi, hogy a vizet azt vajon meg tudom-e fogyasztani. Ó, ne. Ó, hogy várj, mi van? Van valami fagyás effekt, de a vizet azt nem fagyasztjuk meg sajnos. Na mindegy. Viszont a homokot, azt mint látjátok, itt teszelgettem, de aztán át tudjuk alakítani üvegé. Ami szerintem nagyon menő, hogy ezt így belerakták. Oké, akkor sussunk egy pár tehenet. Easy. Jaj, ezt még meg kell szoknom. Ó, mennyi tehén van itt mindenhol. Hát akkor pakoljunk fel kajával. Jó, szerintem ennyi bőven elég lesz. Keresünk inkább egy barlangot, aztán gyűjtsünk vasat. Barlang, barlang, barlang. Oké, itt is van egy. Szerintem ez jó lesz. Repüljünk be, mert hát Superman vagyok. Mi van? Ó, nem öljük meg egy hitből, nem már. Ez mondjuk durva. És itt láttak is vasat, hát ez nem volt nehéz. Krattoljuk is le az alapvető utcainkat. Jó, körülbelül ennyi elég is lesz. És már szedjük is a vasunkat. Szerintem ilyen gyorsan nem értem el a vaskorszakhoz egy játékmódba sem. És oda átrepülünk ez a szénhez, hát ez nagyon menő. Így legalább valamennyire ki tudok fáklyázni. És van egy kis szén, nem tudom minek ennyi. Oké, csak így okosan itt kifáklyázgatunk. Meg ha már itt vagyunk, akkor szedek egy kis sódert is, hát ha lesz flintünk. Oh, ott a flint, ez az. Ó, szia zombi, te miért nem akarsz elégni? Kicsit rásegítek, jó? Szegény, ezt is sajnálom. Ó, itt van láva. Vajon ezt meg tudom fagyasztani? Oh! Hello! Szevasz, kellett... Mi van? Lepatta rólam a nyíl? Ha! Hát ezt nem gondoltad át. Lepattanak rólam a golyók. Vagy a creeper robbanás az mit okoz? Sziasztok! Csak óvatosan. Aha. Oké. Okay. Hát... akkor bulizzunk. Nem már kiütöttétek a fákjámat. Nem tudok úgy megölni, hogyha visszapattan rád a nyilad. Hát ezt itt még nem találták ki. Na jó! Vége van a bulinak. Oh! Oh, ezt mindig nem tudtam megszokni. És megcsinálom még egyszer. Na! Hess innen. Jó, úgy érzem, hogy a bányászatból elég volt. Most komolyan? Itt az ideje kisütni a vasakat. Amúgy tök érdekes lenne, hogyha mászkálnék a bányában, aztán egyszer csak belebukkannék egy kryptonitba. Már ki tudja, lehet, hogy erre még van is esély. Hallom, hogy mindenhol zombi van, ez valamiért nem igazálhat meg. Ó, és kint már este is van. Az ott mi? Hoppá, megöltem. Ó, ez ilyen messzire elmegy, nem már. Ez nagyon menő. Azt hittem, hogy ennek egy viszonylag kicsi range van. Oké, vedrünk már van is. Mondjuk innen valahonnan egy vizet el is lopok. Köszöntem. Hoppá! Hát kik jöttek ide? Sziasztok! Puk, puk, puk. Ezt szereted? Hé, te szóval ment. Jobban tennéd, hogyha megjelennél, mert nem tudom, még nem találtam ki, mi lesz akkor. Ah, nem már, most meghalt. Hol van? Ah, úgy utálom az endermeneket. Ah, lehet, hogy megöltem egy tenevért. Jó, kisütöttük a vasunkat. Szerintem itt az ideje keresni egy lávatavat, aztán mehetünk is a nedörbe. Hát most lehet, hogy nem idegesítem magam azzal, hogy alszok egyet. Inkább csak repüljünk, aztán nézzünk szét. Ez nem valami bonyolult. Így mondjuk a sötétbe lehet, hogy még nagyobb eséllyel is találok lávatavat. Hoppá, de itt vannak bárányok. Szerintem ezeket azért a biztonság kedvéért elviszem magammal, nehogy a creeperök vigyék. Úgy né. Te még jössz. Meg is lett a három munda, és ahogy látom itt bal fent írja, hogy van egy slow motion visionöm. Hát kíváncsi vagyok, hogy az hogyan is működik, mert ha benyomom, akkor ha minden sokkal lassabb lett. Még a creeper robbanás is belassult, tehát most már megvárom, hogy hogyan fog ez kinézni. Wow. Hopp, és még a blokkok is itt repkednek. Oké, okay, kikapcsolom inkább. Van egy kis földünk, amúgy ez is hasznos. Már mondjuk tudunk repülni, szóval nem lesz szükségünk arra, hogy magunk alá pakoljuk a blokkokat. Oké, okay, lávató, lávató. Azt a mennyi disznó itt, mennyi mob spawnol ebben a verzióban. Oké, okay, hát nem igazán találok semmit. Behalok, milyen smooth animációval repkedünk. Repüljünk csak egyenesen, hát ha ez a baj, nem tudom betölteni a mapot, olyan gyorsan repülök. Ó, ott van valami. Jó. Most leássunk ide? Hát figyelj, van más ötletetek? Nem nagyon tudom, hogy merre volt. Nem már, most komolyan. Én megkaptok egy ilyen kis fajos leletet. Wow, mit nyomtam meg? Szuper gyors lettem? Mi? Oszta! Oké, okay, hát olyan nincsen, hogy szuper gyors ásás, mivel valahol itt volt ez a lávató alattunk. Na, na! Lehet, hogy először aludni kellene?
okosan. Mondom, áh! Amúgy sebeznek, ez mondjuk meglep, nem gondoltam volna. Azt hittem, ilyen kis chipszarok lesznek. Lehet, hogy nem ártana enni itt a végén, mielőtt megéhezünk. Vagy lehet, hogy éjszaka gyengébbek vagyunk, mert ugye Superman valamilyen szinten a napból táplálkozik. Én ezt feladtam, szerintem nem fogunk itt találni semmit. Keressünk egy másik lávatavat. Ó, ott van valami, világít. Hoppá, végre. Jó, hát akkor most már csak össze kell pattintani, ebben nem feltétlen vagyok mindig jó. Na, mi van, zombi, segítesz? Nézd, milyen kis aranyos. Egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok. És ahogy látom, itt kapásból kettője lábató is volt. Na, mi volt ez a lesből támadás? Kérem szépen, menj oda vissza! Vissza! Úgyni. Van, elegem van belőled is most már. Na, ezzel a lávával mi történt? Ezt valaki megmagyarázhatná. És készen is vagyunk. Hát nem ment valami egyszerűen, de olyan egyszerű soha nem volt. Hé, pacik! Véletlen volt. Jó, kraftoljuk is le a Flint and Steelünket. Amúgy nem tudom bekapcsolni Heat Visionnel. Hát, nem már, azt hittem, hogy működni fog. Na mindegy, robbanjunk át. Oké. Ami nekünk itt kelleni fog, az egy Fortress, szóval remélem találunk egyet viszonylag hamar. Hát így mondjuk elég könnyű dolgunk van. Ó, mondjuk kicsit laggolunk. Oké, ezt a gázt most elkapom, mivel kicsit fölcseszett, hogy itt köbdös már egyből. Úgy. Nos, Nether Fortress sehol. Ó, bezzeg lagok azok vannak. Hopp, meg is vagyunk. Oké, blézek. Ú, sziasztok, azt a mennyi Wither Skeleton. Na ti megkapjátok a jól megérdemelt, lehet, hogy mondjuk fagyjal kaptok inkább. Hoppá, mivel megfagyasztottam? Meddig repülsz, hello? Az, hogy nem látok semmit, csak az, hogy dobja a Blaze Rodot. Na, ti meg komolyan mondom, látok nem hat a deat. Hát már megijedtem. Nem tudtatok véletlen Wither fejet? Kemény lenne. Jó, te meg ott pusztulj a falba. Újni. Jaj, na jó, kérlek, ne dobd el a Rododat a lávába, kérlek. Ah! Oké, megvan. Te vagy a következő, mondjuk jobb lenne, hogyha biztonságosabb helyre mennél, mondjuk oda, igen. Ha alulról támadlak, akkor remélhetőleg nem tudlak annyira ellökni. Oké, te még kapsz, láttobsz fejet. Nincsenek spawnerek? Vagy itt mi van? Itt csak egy random spawnolnak ebben a verzióban a blazek. Hopp, hát ez véletlen volt. Na, végre spawner, azt hittem, hogy itt már nincsen. Ahogy látom, valamilyen szinten tűzálló is vagyok. De meg lett a 8 rodunk. Na jó, egyet még szerezzünk, aztán szerintem mehetünk is vissza a portálhoz. Jó, megvagyunk, irány vissza a portálhoz. Na, te hiányoztál már, csak komolyan mondom. Ó, veletek inkább nem balhéznék. Csak ezekkel a taknyokkal. Na jó, hasta la vista. Aztán mekkora fortress ez? Ja, ez már egy másik? Valahol itt volt a portálunk. Itt is van egy fortress, itt mennyi fortress van? Jó, elméletileg most már tényleg mindjárt ott vagyunk. Jó lenne nem meghalni, mire odaérek. Mikor mentem én ennyit? Nem tudom, mi történik. Ó, megvagyunk, végre. Volt egyszerű. Na most már csak Endermaneket kéne spawnoltatni. Remélem éjszaka van. Igen, hát akkor jó esélyünk van. Remélem viszonylag hamar meg leszünk ezzel. Kéne talán egy sivatagot, ott viszonylag sűrűn spawnolnak. Vagy akár ezen a hegységbajomon is található elég sűrűn viszonylag Enderman. Ó, Enderman, végre. Te basz. Már megint hova ment? Ott van a. Hello. Nem dobott szemet. Ó, Enderman-ci. Ja. Aj, már. De szeretlek. Végre egy szem. Megvan az első. Jé, dinnye, itt már volt dinnye a junglökben. Oké, még egy delikvens. Parájában felkapott egy darab földet. És ott is van a szem. Na, viszonylag elég sűrű lett most. Endermanke. Na, ez egyszerű volt. Láttam még egyet. Te ilyen fagyos lelet kapsz most kivételesen. Mivel nem tetszik? Ahogy azt mondom, jó keveset sebez. És mondjuk kapnál egy nagy pofont. Kito Jolta. Fuck. Na, erős. Micsoda villager zombi? Itt már volt villager zombi? Mondjuk ez 1.7-es verzió, nem tudom, mondtam-e már. Azaz. Ó, elég lesz ebből a zombiból, azt hiszem. Megcsodáltuk. Hopp, még egy Enderman. Jó, még egy szem. Ó, ott van kettő is. Na, csumi. Bum. Hey. És mindkettő dobott szemet. Mintha ebben a verzióban sokkal sűrűbben spawnolnának ezek az Endermanek. Vagy csak azért van, mert repkedek? Ja, hát mondjuk az lehetséges. És ezért elég könnyű találni. Például ott van még egy. Ne robbantsátok fel, léci a szemet. Oké, még kettő. Na csumi. Ilyen boszorkányt amúgy is régöltem már. El sem tudnak találni. Nem már, hogy nem spawnolnak már ebben az időpontban mobok. Ennyi volt. Enderman. Milyen menően nézünk ki a nappal szemben. Jó, hát végül is van 14 darab szemünk, szóval szerintem ez elég lesz arra, hogy a strongholdot megtaláljuk. Aztán, hogyha ott bármi probléma lesz, és nem lenne elég a maradék, akkor hát szerzünk még. Merre megyünk? Arra. Kérlek, ne hagyj el. Ne. De egy repüljünk erre. Hopp, egy. Hopp,
hiányzó csánkok. Oké, még mindig erre kérlek, ne törjél. Ah, ez az. Nem tudom, hogy a régi verziókban volt egy olyan glitch, vagyis hát én mindig ezzel találkoztam, hogy az összes stronghold tajga erdők alatt volt, tehát lehet, hogy az még mindig létezik. Majd mindjárt kiderül. A hagyanús, mivel már visszafele visz, szóval ez itt lesz valahol. Ah, ez is eltört. Jó, szerintem ideje leszállni. Itt most már viszonylag közel vagyunk. Ne törjél, szeléci. Ah, ez az. Ah, itt lesz valahol a víz alatt. Jó, itt elkezdünk leásni, mondjuk itt. Az nagyon kemény, hogy mondjuk kőtucai vannak még mindig. Hát remélem nem törik el. Ez viszonylag gyors volt. Na, hello. Szotyi, jaj! Na, ti aztán hiányozhatok. Ó, ott már van valami. Ez egy jó nagy stronghold. Legalábbis jól szét van terjedve. Ó, itt egy chest. Ó, egy Ender szem. Ez jó, ez hasznos. Nem találjuk meg véletlen a szélét a strongholdnak, miközben itt repkedünk? Nincs rá esély? Kicsi se? Oké, robban nyugodtan. Nem zavar. Na, könyvtár, ez hiányzott. Jó, itt jöttem be, de hát itt nincs semmi. Csak hát kellene ide repkedni. Aztán itt valami végigment. Ó, mondjuk lehet, hogy ez a creeper. Na hát, ha erre, ez viszonylag már egy ilyen összeforrott résznek tűnik. Ha stronghold lennék, akkor én biztos itt bújnék el. Ez egy nem jött össze a dolog. Kitaláltam még egy összeforrott részt. Ó, ott van egy chest. Jó, semmi érdekes. Mondom, jó, semmi érdekes. Köszönöm. Jaj! Beszartam, bevallom férfiasan. Hoppá, még egy chest, gyémánta, hát most arra nekünk nincsen szükségünk, de az achievementet azt legalább beszedjük. Nincs achievement. Hopp, ez mondjuk érdekes. Kezdek eltévedni most már. Stronghold valahol most már igazán megjelenhetne. Ó, még gyémánt. Már egy csákány kijött volna belőle. Hé, hey. Ha ezt látod, valószínűleg nem vagy feliratkozva a csatornára. Ha ez így van és tetszenek a videóim, ne felejtsd el megtenni, illetve nyomj egy lájkot a videó alá. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást, és most térjünk vissza a videóra. Sikerült egy kicsit fölcsesztem magamat, mivel ehhez a strongholdhoz konkrétan ki kéne szedni ezt a... Jaj, ki kéne szedni ezt a spawnert. Itt mi történt? Tehát, még mindig borsózik a hátam, de ehhez a strongholdhoz konkrétan nincsen bejárat. Én ilyennel még soha nem találkoztam, nézd meg, ez a fal is be van temetve, de úgy végleg. Ezen kívül semmilyen más bejárat nincsen amúgy. Szóval valahol itt oldalt kellett besuvasztanom magamat. Kérdezhetnétek, hogy akkor hogyan a francba találtam meg? Hát... igazából egy glitch-el, amit egy kerítés meg egy redstone segítségével lehet létrehozni, de hát amúgy egyszerűen nem találtam, itt mászkálok már legalább egy fél órája és nem volt meg. Hát ja, szóval ilyen még nem volt, egy glitch-et kellett alkalmaznom egy challenge-nél, de úgy látszik, hogy mivel ilyen OP-k vagyunk, valamivel meg kellett, hogy szenvedjek a játékban. Na robbantsuk is be ezt a strongholdot, maradt is egy szemünk. Patty. Hoppá, véletlen belementem, nem tudom, hogy mivel ott mászkáltam a szélén, de most már mindegy, mászunk innen ki. Jaj, ne, ne már, csak ilyen fa cságányom van. Ez igen. Jó, itt is vagyunk, hát innentől már valószínűleg nem lesz olyan nehéz dolgunk, csak fel kell ide mászni, aztán szétcsapdosni ezeket a... Hú, kapott belőle. Tehát ezeket a kristályokat. Hát viszonylag jó, jók vagyunk. Wow, mennyi kristály van itt, ne már. Ezt egyszerre sikerült el is kapni, és közben sebezzük a sárkányt. Azt a mennyi kristály. Viszont ez így legalább nem valami bonyolult. Anno ilyen brutális volt megölni a sárkányt, nem már. Rendes szenvedés. Jó, hát nem így Supermanként. Na, mind megvan. Ennyi? Ja, nem láttam, hogy lenne több. És itt nincsen portál a közepén, nem már. Akkor jön a jó öreg lézerezés. Ez így viszonylag egyszerű. Hova menekülsz, te galád? Látlak. Hajos leellett? Hogy bírod? Büdös? Hát itt mondjuk, srácok, nincs egy bonyolult dolgunk. Azt a milyen magason vagyunk már. Hajj meg, ennyi, srácok. Jó, mondjuk ezt tudtuk előre is, hogy nem ez lesz a legnehezebb része a feladatnak. Pá, és ide spawnol alánk a stronghold, nem már, te gagyi. Wow, level 74-6, mi? Jó, van, srácok, hát ennyi is lettem volna mára. Azért megszenvedtem azzal, mi meglett a stronghold. Remélem ezt értékelitek majd, és feliratkoztok a csatornára. Tehát, ha tetszett, nyomtok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Gyuszi voltam, találkozunk legközelebb, és sziasztok. Illetve jó öreg strongholdba zuhanás sem hagyhatom ki. Na, sziasztok. És itt spawnolunk újra egy Enderman mellett, ez mi már?